Yeah. Sziasztok! Következő is, hát ebben a részünkben pont szembe vagyunk azzal a résszel, ami az utolsó részünkben volt. Hát most az északi oldalon vagyunk, Keszthelyen, a vitorlás kikötőnél. Elég szeles, hűvös idő van, de mivel hátszerünk van, könnyű lesz bedobálni. Azért jöttünk ide, mert itt a vitorlások itt járnak kébe. Itt ezt a kis szigetet, ami itt van előttünk, ezt úgy építették ide, ugye egy hullámvédő sziget, hogy itt elég jó munkálatok van, mentek, hogy számítunk kapásra, és a szokásos, hogy milyen szép. És üdvözlöm az új feliratkozóinkat, köszönöm szépen, továbbiakat is várjuk szeretettel, hiszen azért jövünk, azért igyekszünk jó videókat csinálni, hogy tetszen nektek, feliratkozni el ne felejtsetek. El egy kicsit már szél össze egy gubancoltam, oké. És akkor kezdjük is. El is ment jó messzire. Nem üresen jött ki, így mindjárt kezdésnek se. Van itt egy szép régi kulcs, hát meg egy jó vasdarab is. Hát talán még nem is dupláztunk, olyan még talán nem is volt, hogy egyszerre kettő is vagy több is kijött volna. Úgy látom, lesz itt kapás. Közben én már dobom is vissza újra. Elég mély a víz ezen az oldalon, ugye itt járnak ki a hajók. Volt egy jó kis sztori, itt horgásztam akkor rendesen horoggal, jött befele a vitorlás, hátul lógott egy hosszú kötél, a kötélben meg kapaszkodott egy kisfiú. Ide kiabálta neki, hogy bácsi, ide néz, hogy tolom a hajót. Mondtam, hogy ügyes vagy. Fogtunk. Egy horgász elvesztette, a másik horgász megfogta. Nem is néz ki, kicsit megrozsdásodott, de még egész tűrhető. Ezt még nyugodtan lehet használni. Lehet, hogy az enyém volt. Úgy az évek alatt egy 8-10 darabot én is biztos beszaggattam itt ebbe a részbe. Ilyenkor még jó, de ha már sok a növény, akkor bizony elég akadós. Nyomjuk visszafele. Oh,
vasedényfül. Mondtam én, hogy bízni lehet ebbe a részbe. Itt aztán találod, bőven van. Na jó, ezzel nem is húzzuk nagyon az időt. Dobjuk vissza, hadd menjünk. Sürgős szegénynek. Hát ez üres. Úgyhogy ha hagyj is vissza. Az a kará, hogy látszik. Jó, jó, jó. Megnézzük erre. Ehhez nincs mit hozzáfűzni. Szép vaskarika. És nem fából van, mert akkor láttunk volna megint egy csodát, hogy fából van a vaskarika. Így, hát szaporodik. Küldjük is vissza. Itt is sok a kacsa. Te ide akadod itt. Oda nék. Itt a második. Biztos el is ez annyi. Mondjuk azért talán mégsem. Jó párat elhagyhattak. Hát ez is egy kicsit márosdás, de hát nem csoda. De teljesen főhasználható még ez is. Alakul. A dolog. Egész szép mennyiség van. És újra befele. Kacsák meg melegszerek. Ezek is érzik már a tavaszt. Hagyják a tojót. A hím hajtja a tojót. Hajtaná. Hát hajtaná, csak még nem akar megállni neki. Ezek a lányok pedig hónap nőnap. Biztos nem vett neki ajándékot. Vagy nem készített saját kezüleg, ugye? Tessék megnézni a videómban, milyen jó ötletet adtam ajándék készítésre, hölgyeknek, uraknak, már oda visszalapol lehet azt is játszani. A legutolsó fortélyos videómban, azt hiszem a 12. Nagyon jó. Ez pedig üres. Úgyhogy küldjük vissza. Van, csúly van. Nézzétek, milyen szépen. Nem is tudom kiemelni valami akadáskor. Valami kő, vagy nem tudom. Látjátok, kicsi, hogy ugye, mennyi ez kettő, négy, hat, hét, három,
erdélyi dobok, akkor talán nem zavarom őket az udvarlásba. Úgy nem zavartam őket, szépen észre vették talán. Sokára a hattyú is, de most nem látunk egyet se, szoknak lenni. Vagyis hát ne, ott vannak kint a sziget mögött. Ott látok legalább 2-4-6 hetet, csak hát nem tudom, hogy ellát-e odáig a kis kamera. Látod a fehérlet? Ellátni látom, de kamerával nem hiszem, hogy kivéltem. Nem biztos, hogy látszik. Mondom, hogy nem is egy, megint duplázott. Megint duplázott, egy sörös kupakot, meg egyszerűen szépen szétrohadt. Meg egy jó trót darabot is. Egy szépen. Természetesen a sörös kupakot voltam, hogy tudom. Hát, nem én vesztettem el. Én nem söröztem, már legalábbis üvegesedtem. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk ma is. Elbúcsúzunk, összeszedjük a leleteinket. Szép. 2, 4, 6, 7, 8, 9 találat. Igazából meg vagyok elégedve, remélem ti is. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a csatornánkra. Ha bármilyen ötletetek van, amit szeretnétek megosztani velünk, nyugodtan mondjátok, írjátok meg. Próbáljuk teljesíteni. Sziasztok!